Üdv újra, itt én Szabó Viktor vagyok, és a mai nap megpróbálkozok egy világrekord kísérlettel, ugyanis pár másodperc alatt 2 darab kattintással le fogom fagyasztani a Premiere Pro-t, úgyhogy tartsatok velem, ez egy roppant izgalmas és hasznos kihívás. Szóval nézzük meg, betöltött a projektünk, láthatjátok, hogy ehhez most nekem szükségem lesz nagyjából olyan 3 óra körüli nyers anyagra, nincs semmilyen effekt a videókon, tulajdonképpen sem a hangon, a hang az egybe van, szóval egybe majdnem 3 órát tartalmaz. Mondom, hogy mit fogok csinálni, 2 darab kattintás, szóval óra indul, és figyelj! Először kijelölök egy sávnyi videót és egy sávnyi hangot, és ez volt az első kattintás. Második kattintásként pedig jobb klikkel fogok bele kattintani az egészbe. Mutatom, és figyelj, figyelj, figyelj! És lefagyott! Igen, sikeresen lefagyott! Világrekord! 2 kattintás, 2 kibaszott kattintás, és sikerült, lefagyott! Ez az! Megcsináltad! Igen! És itt a bizonyíték, kérem szépen nyitok gyorsan egy kilépésre kényszerítés. Itt láthatjátok, hogy Adobe Premiere Pro nem reagál. Köszönöm szépen, hogyha szeretnél továbbra is ilyen hasznos és érdekes tartalmat, tarts velem! Borzasztó! Ah, ez itt a YouTube! Köszönöm szépen a figyelmet! Egyébként az a vicces, hogy ilyenkor maga a gép az észre se veszi, szóval, hogy itt nem feltétlen szerintem a géppel van probléma, hiszen ez egy bitang gép, hanem inkább azzal, hogy a Premiernek ez így nem jön át. Nyilván nem kell ezt a videót komolyan menni, csak gondoltam, vicces lesz így felvenni, hogy 2 klikkel ki tudom akasztani a Premiert. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb egy valószínű sokkal, de sokkal hasznosabb és jobb videóban. Ciao, ciao!